Siess haza, vár a mama, Zenevonat, Álomarcú lány, és még számtalan ismert klasszikus LGT dalokat hallhattak, akik szilveszter éjjelén Pakson felültek a képzeletbeli zenevonatra. Ők időutazáson vehettek részt a két eredeti LGT tag, Karácsony János és Solti János főszereplésével. A Zenevonat szuper koncert több éve járja az országot az LGT legnagyobb slágereivel. Az Abrakazabra zenekar által létrehozott produkcióban a legendás LGT tagok mellett két másik, a hazai élvonalhoz tartozó zenész kap helyet, Veres Mónika Nika és Heinz Gábor Biga. Az alap ötlet, az alap motivum az LGT daloknak a, hogy is mondjam, csak méltó interpretálása volt a zenekarnak, a stábnak a célja. Az évek alatt kikristályozódott bizonyos vendégsereg, akik megfordultak. Jelen esetben mi vagyunk kvázi Solti János, Karácsony, Biga és az Abrakazabra zenekar. Csak azért gondolkoztam, mert hogy most ugye már fél éve nem játszottunk, és volt egy kis tagcsere, de hagyd nem mondjam el, hogy kik cserélődtek, mert ez a ő szívük joga, hogy jönnek, mennek el, nem, de nem ez a lényeg. Hanem az a célkitűzésünk tényleg az, hogy tulajdonképpen a mai szívvel, mai lélekkel, mai tudásunkkal játsszuk el azokat az LGT dalokat, amiket úgy gondolunk, hogy a közönség előtt szabadtéren, az élőzenélés kapcsán sikere számíthat. És mivel ugye még itten vagyunk, kettesben a Soltival, ezért azt gondolom, hogy van létjogúság, és alanyi jogon nyomjuk a mi saját dolgainkat. Fenntartjuk olyan értelemben, hogy nem engedjük, hogy elfeledődjön. Nyilvánvalóan ez, nincs benne ez így a pakliban, de azért szükségeltetik, hogy üssük a vasat, amíg bírjuk. Hálás az ember minden egyes előadásért, még akkor is, hogyha most egy kis kihagyás volt, és így, mit tudom én, 3 hónaponta egyszer játszottunk most az elmúlt időszakban, de nyarunk nekünk is jól sikerült, tehát egy ilyen 17-18 előadást sikerült, amit tavalyról elmaradtak, azokat áthoztuk. És hát, hogyha ez így folytatódik olyan értelemben, hogy felszabadulnánk, vagy felszabadulna a szakma, és minden egyéb más, a színház is, az élet minden területére kiterjedően, jönnének a jó eredmények, akkor azt gondolom, hogy visszatérhetünk a régi kerékvágra, és ott folytatjuk. Mert most is ott folytatjuk, ma is, ahol abba hagytuk 3 vagy 4 hónappal ezelőtt, vagy akár másfél évvel ezelőtt. Heinz Gábor Bigának gyermekkora óta kedvence az ikonikus zenekar, egy televíziós műsor kedvéért pedig egyszer áthangszerelt néhány LGT dalt. Az LGT zenészeinek annyira megtetszett az ő verziója, hogy azóta is ebben a hangszerelésben szólalnak meg a dalok a Zenevonat szuperkoncerteken. A zenekari kíséretet az Abrakazabra zenekar látja el, akik Magyarország legnagyobb pop és rock sztárjaival és számos manépszerű előadóval dolgoznak együtt folyamatosan. De Karácsony János sem tétlenkedik. Én nekem is a fiókban van 2 anyagom, írom a könyvemet én is most már elég régóta, amire viszont volt időm, anyagot gyűjtöttem egyrészt, másrészt zenei anyagot, de ebben az időszakban nagyon nehéz ezt megjelenni. Tehát várakoztatom, várakozó állásponton, sínen, mellékvágányon áll benne a pályaudvaron pár dolog, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan csapunk bele. De azért mondom, megvagyunk, és hála Istennek játszunk együtt, a leszerrel is játszom. Igaz, hogy tudjuk ugye, hogy nincsen LGT, nem is, de életnél csinál ilyen érdekes dolgokat, hogy mi együtt vagyunk. Igaz, hogy nem LGT név alatt, ugye, mert az nincs az a zenekar. Viszont remélem, hogy tudunk, és még az is lehet, hogy új dolgokat is fogunk kitalálni, legalábbis én személy szerint. Unokám született, most már 1 éves, arca az unokák felé. Szerintem ez a következő 1 év vagy 2 évnek, amit én várok tulajdonképpen, és az, hogy tőle maradjunk egészségben, a család teljesen széllyel tudjunk élni, megélni, és menjünk tovább szépen azon az úton, amit ideig elkezdtünk, a szép arany középutat válasszuk, ennyi az egész részemről, ennyi, és hogy mindenkinek ugyanezt kívánom, boldog új esztendőt, találkozunk a színpadon minél többször.